Ha Tapolca, akkor Pisztránk Fesztivál. A helyiek, a környékbeliek és a népszerű gasztronómiai programra távolabbról is érkezők, így jellemzik a város emblematikus őszi rendezvényét. Az elmúlt hétvégén, már a megnyitó napján pénteken megtelt a Malom-tó partja. A kellemes őszi időben sok turista is érkezett a városba, hogy megkóstolják a különféle módon elkészített friss pisztrángot és hozzá a borvidék legjobb borait. Az ünnepélyes megnyitón Navracsics Tibor miniszter, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, Tapolca bő 10 év alatt egy újabb olyan attrakciót épített fel és tett hagyománnyá, amely országszerte ismertté tette a város. Egy sikeres fesztivál egy idő után a város védjegye is lehet, hiszen ismerünk olyan fesztiválokat, amelyek valójában híressé tettek egy-egy térséget, vagy egy várost, egy falut. A művészetek völgye, Kapolcs, az egervölgyi települések, az Egerpatak völgyének települései mind mesélhetnek arról, hogy egy jól sikerült fesztivál hogyan tette ismerté az egész térséget, és egyben divatossá, és felkapottá turisztikai szempontból is az egész ország előtt, vagy akár nemzetközi szintéren is. Tapolcából a helyzet egy kicsit más, hiszen itt azért rengeteg attrakció van. A maga a tapolcai medence, itt a Malom-tó környéke egyébként is híres volt, de a Pisztránk Fesztivál, és ezt a több mint egy évtizedes története már bizonyítja is, hogy egy további erős eleme ennek az identitásnak sokat tud segíteni a turisztikai vonzerő növeléséhez, és hogyha a város ismertebbé válik, látogatottabbá válik, akkor ez munkahelyek teremtéséhez, a keresetek emelkedéséhez, összességében pedig egy stabilabb életszínvonalhoz, nagyobb jóléthez vezet a városban is. A település polgármestere is hangsúlyozta köszöntőjében, hogy ez a rendezvény helyi összefogásnak, vállalkozói együttműködéseknek köszönhető. Ez egy nagyon jó dolog szerintem, mert azt mutatja, hogy Tapolca egy erős közösség, ahol nem az államnak, nem az önkormányzatnak kell szervezni ahhoz a dolgokat, hogy megvalósuljanak. Itt ugye arról van szó, hogy két étterem fogott össze gyakorlatilag, és ők teremtették meg eleinte a Pisztránk Fesztivált, amihez most már sokan csatlakoztak, és üzleti szempontból is megállja a helyét, és ez abból a szempontból is fontos, hogy amennyiben ez üzleti szempontból is jövedelmező, akkor sokkal biztosítottabb a hosszabb távú jövője is. Szép ajándék volna néhány közös állomány. Igazából, amikor 15 évvel ezelőtt leültünk egy esti borozgatáshoz a tópart másik oldalán lévő vendéglátóhely tulajdonosával, akkor azzal a szándékkal tettük ezt, hogy szeretnénk egy szezonhosszabbító, egy halfogyasztást elősegítő rendezvényt idehozni Tapolcára, hogy az őszi időszakban, ne csak a turisztikai főszezonban legyen Tapolcán turizmus, szeretnénk növelni a vendégeiszakát is, és azt gondolom, hogy bizonyítja az elmúlt 12 rendezvényünk, hogy jó úton haladunk, és ezt szeretnénk erősíteni, hogy ezt a gyönyörű kis környezetet, Tapolcát, a kisvárost, és ezt a Malom-tó környezetét bemutathassuk az ide látogató turistáknak, hogy az év minden időszakában, évszakában érdemes idejönni Tapolcára, mert mindig van valami program. Büszkék vagyunk arra, hogy nagyon-nagyon jónak mondható az együttműködés. A két úgymond konkurencia a tóparton, a két vendéglátóegység, csak papíron konkurencia, amúgy a legjobb barátok vagyunk, kisegítjük egymást jóban, rosszban, és azt gondolom, hogy ez látszik a rendezvény hangulatán is, hogy igazából itt a barátságról szól, a jó hangulatról, a szép környezetről. A minden évben több ezer vendéget vonzó rendezvény sikere már az első napon látszott. A mediterrán tópart kiváló helyszínnek bizonyult idén is egy hétvége, vagy akár csak néhány szabad óra eltöltéséhez. Pár éve már minden évben eljövünk, mert nagyon jó a millió itt a tó körül, szeretjük. Szeretünk kirándulni, és akkor egyszer ide tévedtünk Tapolcára, a tó köré, és akkor jött a Pisztránk Fesztivál, és egy középiskolai kedves osztálytársam lakik itt, és most már évek óta vele is itt szívesen találkozunk. És nagyon szép az egész tórendszer,
meg nagyon jó a pisztránk. Én vagyok a tapolcai osztálytárs, mi együtt jártunk az Évikével a középiskolába, és nagyon örülök, hogy minden évben felkeresnek, és itt találkozhatunk. És nagyon büszke vagyok Tapolcára, és a jó programokra. Nagyon szeretek itt lakni. A helyi lakosok vagyunk, Tapolcáról érkeztünk, kislányommal picit kikapcsolódni, szórakozni így az egész heti forgatag után, a munka után. És mi a vélemény a fesztivállal, a fesztivál programjaival kapcsolatban, mennyire nyerte el az ön tetszését? Nagyon színesek a programok, megtalálja minden korosztálya a maga számára megfelelő programot, akár a gyerekesek, akár az idősebb korosztály is, vagy aki táncolni szeretne kikapcsolódni. Ez az az alkalom, amikor ön is, önök is megkóstolják a pisztrángot? Minden évben megkóstoljuk, igen, és nagyon finomak minden évben. A fesztivál névadó haláról ki más tudna többet mondani, mint aki járatos az elkészítésében. Megszámlálhatatlan mennyiségű hal található itt, ebben a vendéglátóegységben. Felkészülten várták az éhes, különleges halak iránt érdeklődőket. Itt van egy Tapolcán egy pisztrángtelep, ahol itt foglalkoznak, itt a tónak a folyam végén van egy pisztrángtelep, ahol ezzel foglalkoznak. Hát egy nagyon olyan szinten egyszerű hal, hogy szálkamentes, van egy gerincrész, amiről le lehet a fehér húsú halt bontani, és akkor gyakorlatilag szálkamentesen lehet fogyasztani. Többféleképpen sütjük mi itt a sátorba, gyakorlatilag a legegyszerűbb módon kukoricalisztbe forgatjuk, és rocsapon egy meg van kérgesítve a külső része, és akkor én azt mondom, hogy ezt ajánlanám mindenkinek, aki még nem kóstolta. Aztán bonyolítjuk itt, bundázzuk tökmagos bundába, kis vargányomártással mellé, illetve kenjük még mézzel és kis pirított mandulával, ez egy ilyen mézes mandulás pisztráng, ahogy mi készítjük itt a sátorba, gyakorlatilag ezzel készülünk mi itt a vendégseregnek. Mióta a résztvevője a Pisztráng Fesztiválnak? Hát mivel nekünk itt üzletünk van a tóparton, gyakorlatilag mi folyamatosan itt vagyunk évről évre. 12. Pisztráng Fesztiválunkat éljük most itt ezzel a sátorral is, úgyhogy mi standardek vagyunk itt ebbe a dologba. És hogyan látja, mi a véleménye, miért népszerű ez a fesztivál? Hát ezt ugye mindenki döntse el, aki látogató idejön. Gyakorlatilag itt a programok azt hiszem, hogy fölérnek, vagy legalábbis jó programok vannak, illetve azért azt látni kell itt magából az életünkből is, hogy szeretjük ezeket a fesztiválokat, főleg ami igazából látogatottságból ingyenes és nem belépős, igazából itt mindenki maga dönti el, hogy halat eszek, kürtös kalácsot eszek, mire költök. És jó, hogy még szeptember végén ilyen szép időnk van hozzá, és ez biztos, hogy látogatottá teszi, és tömegek lesznek itt holnap után. Moros-Rapátiból érkeztünk, és kislányom ide jár iskolába, a Nagy Boldogasszony Római Általános Katolikus Iskolába, és már nagyon várjuk minden októberben, illetve szeptember végén a Pisztráng Fesztivált. Legfőképpen a gasztronómiai örömökért jöttünk ide, mert a kislányom igazán nagyon szereti a pisztrángot. És hogyan ízlik a hal? Nagyon finom. A sok-sok incsiklandó harapnivaló mellett több színpadon váltották egymást a fellépők. A szervezők koncertekkel, borházakkal, gasztrosétánnyal, kézműves vásártérrel várták ezúttal is a 12. Pisztráng Fesztiválra érkező vendégeket.